Történelem órához készülődnek a diákok az Arany János iskola udvarán. Mostantól ugyanis már kényelmes, raklapokból összeállított kerti bútorokon ülhetnek és a szabad levegőn tanulhatnak. A gyerekek nagyon örültek az első kinti tanórának. Nagyon szép volt, jó volt a levegő, hogy kint tudtunk lenni társaságba. Hogy közösen tanultunk. Nagyon jó volt. És nagyon jó együtt kint a természetben lenni. A bútorokat a Hidro Kft. Globális Szolgáltató Központjának munkatársai álmodták és valósították meg 300 ezer forintból. Építsük egy osztálytermet, ez egy szabadtéri osztálytermet, az általános iskolának a kertjébe. Mivel ez rendkívül módon egybeesett a Hidro Kft.-nek a különböző társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseivel és azokkal az alap tézisekkel, amiket a Hidro Kft. Világszerte is, és a Székesfehérváron is nagyon támogat, azonnal mellénk álltak, és mindannyiulag pedig munkaidőben támogatták a csapatot, hogy ez megvalósulhasson. Az Arany János iskolában a belső terek megújításával párhuzamosan az udvar is újdonságokkal gyarapodhatott. Az intézmény vezetője nagyon örült a megkeresésnek, a kezdeményezésnek. Az az igazság, hogy ilyen még soha nem volt az iskola eddig életébe, és valóban nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek egy kicsit a természetközeliség, a szabadtérnek az összes előnyét kielvezve valóságos tanórákon tudjanak itt részt venni. Egyrészt délelőtt, délután pedig a szabadidős programok tekintetében is azt gondolom, hogy mivel úgy van kialakítva, hogy ülőkék és asztalok is vannak, én azt gondolom, hogy mindenféle délutáni foglalkozást meg tudunk itt tartani. A szabadtéri osztálytermen kívül egy néhány padból álló pihenő is épült, ahol a szünetekben, a délutáni szabadidőben leülhetnek és beszélgethetnek a diákok.